Akkor ja. Sok szeretettel üdvözöllek a csatornának, a szoktózás népszerűsítése, és hát te kimaradtál a szórásból, Balázs, egyébként a villanyautósoktól. Olyan kérdéseim lennének felé, ja. Hogy látom. Aki nem ismer, az tudja, hogy benzines autóról váltottál. Elmondanád, hogy milyen autóról váltottál? Hát ez egy elég öreg autó volt, Renault Megane volt, 2004-es gyártású. Úgyhogy azt hiszem, gyorsan kiszámolom, szerintem ilyen 16 éves volt majd, amikor becseréltem. 0 kilométertől használtam? Nem. Családom belül volt, úgyhogy így tudtam az előéletét, úgyhogy így megmertem venni. De szerintem beleraktam én nagyjából egy olyan, hát most hülyeséget nem akarok mondani, szerintem 200 ezer kilométert. Akkor most lesz egy furcsa kérdésem, így elkanyarintanám, nem? Hogy ugye ezzel óvatosabb mész, nem használsz annyi persze, kilométert, persze. Ugye tudod, ezek a sztereotípiák villanyautóval nem közlekedünk úgy, ugyanúgy használod, mint egy normál autót. Sőt, jobban, mert közben elköltöztem Budapestről, és ugye régebben én hétköznap igazából nagyon ritkán használtam az autót, csak hétvégén autóztam, tömeg közlekedtem a munkahelyemre. Jó, most meg otthonról dolgozom nagy részt, de ha valahol el kell mennem, akkor azt jelenti, vagy Budapest, vagy Székesfehérvár irányába, oda kell mennem az autópályára. Úgyhogy tavaly szerintem, hát ilyen 20 kilométert biztos beraktam. Az nagyon jó. Tibortól is megkérdeztem, mi volt az a úgymond kattanás, hogy te elektromos autóra váltottál? Mi volt a kattanás? Hát nem tudom, én talán nálam onnan indul, hogy én gyerekkoromban körülbelül összes létező autós magazint járattam, mindenfajtát, amit csak találtam. Aztán úgy elkopott, mert úgy egyre inkább kevésbé érdekelt, úgy láttam, hogy nem fejlődik, nem érdekelt annyira, mert úgy nem történt lesz semmi. Ugye mindig ígérgették a hidrogénautókat, és úgy álmodoztunk, hogy olyan az milyen tiszta lesz, vagy milyen szép lesz, ezt 30-40 éve is ígérgették. Aztán úgy nem is nem foglalkoztam ezzel, úgy volt autóm, de körülbelül ennyi. És szerintem 2012-ben kezdtem ezt olvasni a Tesláról, külföldi oldalakon, és akkor kezdett érdekelni újra a téma, úgyhogy nagyjából azóta kacérkodtam a gondolattal, de hát akkor mi volt modelles, ilyen megfizethetetlen áron, meg az nekem túl nagy is lett volna, hát még ez is viszonylag nagy Magyarországra, úgyhogy jó pár évbe beletelt. Aztán végül, amikor megjelent Magyarországon a Tesla hivatalosan, akkor már ugye egy fél éve nézegettem, használt autóba gondolkodtam, hogy van külföldi import, valószínűleg egy Model 3, akkor már egy két év körül voltak az Európában elérhető Teslák. És végül azért lett új, mert annyira jó áron hozták be, akkor ugye 15 millió forint volt az induló ára, volt még rálam támogatás, hogy 13,5 lett, hogy azt voltam, hogy én nagyon sokszor túl gondolok mindent, úgyhogy nem gondolkoztam, aznap rögtön meg is rendeltem, mert ennyire nem akartam használt autót venni. Ami még sztereotípia szokott lenni, hogy a szerelés, összeszerelési hibákkal találkoztál-e esetleg, hogy beszéljünk még picit a negatívumot? Igen. Összeszerelési hibával úgy nem, hogy semmi nem nyekereg. Nem volt. Egyszer voltam el a szervizben azért, mert téren egy kicsit azt éreztem, hogy nehezebben nyílik a hátsó csomagtartó, hogy a hidegben csak kicsit állítottak a zsanérokon, de körülbelül ennyi volt a szerelés. Az, hogy az illesztési hézagok milyenek, hát szerintem, hogy valaki nagyon akar, akkor talál rajta olyat, amit mondjuk lehet, hogy német gyárból szebben jön ki, de elárulok egy titkot, nem szoktam nézegetni. Szóval, hogy ez olyan dolog, amit akkor látsz, hogyha tényleg közel mész az autóhoz, tudod, mit keresel, és ott meg akarod mutatni, de én ennek semmi gyakorlati jelentőségét nem találtam meg, egyébként meg nem tűnik csúnyának. Tehát. Hány kilométert használtad? Eddig? Várj, nem mondom neked, hogy nem mondjak hülyeséget, megmondom a pontos adatot, egy másodperc szürelmet, és akkor látjuk, hogy valós időben tudom mondani, ha felcsatlakozik a mobilházatra a telefonom. Szerintem olyan 30 ezer fölött vagyok, 31.578. Szervizigény, mert azért 30 ezernél már egy normál autónál is elviszett szervizbe. Nem mondom, egyszer voltam itt szervizben, nem hazudok, voltam egyszer szervizben poénból, nem tudjuk poénból, hogy feleslegesen mentem el, mert hallottam valami zörgést jobb előről a kerék környékéről, kiderült, hogy valami mocskot összeszerett a féktárcsa, valamilyen fáról ilyen hulladékot, és akkor azt kell kipucolniuk, de igazából semmi szervizigénye nem volt, hogy a Teslánál nincsen kötelező szerviz, ugyanúgy érvényes a garancia. Van egy ajánlott szervizük két év után, ahol megnézik a fék folyadékszintet, lecserélik az ablaktörlőlapátot, kicserélik a utastérnek a kabin légszűrőjét. Ezzel még gondolkodom, szerintem azt lehet, hogy elviszem és bevállalom. Akkor még lenne egy kérdésem, amelyet láttam, nem tudom, megnézted-e már, mert hallottam a színpadon. A Niókat még most fogom, majd a srácokkal elmegyünk együtt. Igen, elkísérlek én.
hogy mit szólsz a kínai autóknak a térnyeréséhez? Hogy... Én szerintem ez egy abszolút várható folyamat volt. Ugye van egy pár ember, akik mindig ezen értszerődik, hogy na hát úgysem jöttek, mindenki mondta, hogy jönnek, aztán majd nem jönnek, és már az olcsó autók. A kínai cégek is szeretnek pénzt keresni. Tehát ha látták, hogy Európában ezeket a prémiumokat is megveszik, vagy prémium árban is megveszik, nyilván azt hozzák először ide. Otthon mindent felszív a piac, tehát hogy nincs felesleges készlet szerintem a olcsó autókból, mert olyan szinten növekszik. De most azt nem mondom, hogy ez már egy lefutott meccs, mert nyilván nem egy lefutott meccs, még ideig, óráig lehet büntetővámokkal még visszatartani őket. Szerintem, ami látszik a kínai autókon, különösen mondjuk a BYD-nak a hatalmas fejlődésén, hogy nagyon fel kell kötni a gatyát a hagyományos gyártóknak itt Európában. De gondolom, te is láttad, meg foglalkoztatok ezzel a témával, hogy tulajdonképpen a Dacia-nak a Springje, az egy kínai autó. Az egy kínai autó, igen. És azt alakították át európaira, és hogy milyen szinte népszerű ez a... Nyilván az ára miatt. Tehát ugye a kínaiaknál az a jó, hogy tudnak volumenben gyártani, tudnak nagy mennyiséget gyártani, tudnak viszonylag olcsó autókat is gyártani. Azt senki ne várja, hogy amit Kínában 2-4 millióért eladnak autót, az itthon 2-4 millió lesz, amellett, hogy van egy 10%-os EU vám, meg szálltási költség, meg 27% áfa, nyilván teljesen mások itt az árszintek. A Dacia Springre visszatérve, amikor az itthon megjelent, ilyen 6 millió körül, akkor azt mondtam, hogy az egy korrekt ár érte, főleg, hogy államtámogatással 4,5-re lehetett vinni, hát az még benzinesben is már nem lehet annyira autót kapni szinte. Most ez a 9 millió körül jár, az teljesen irreális viszont. Úgyhogy, ha itt megjelennek a olcsóbb kínai autók, akkor nagyon fontos lesz, hogy milyen lesz az európai áruk. Hát, hálás köszönet, nem tudom, ilyenkor kiszoktam nézni egy kicsit a páromra, ha esetleg valami kérdésed támadna. Köszönjük, hogy én is köszönöm szépen. Tehát további jó szórakozást. Köszönöm. Nézzük továbbra is a villanyautósoknak a villanyóráját. Szűk egy órában. Mikor, hogy?